Egy-egy betegség esetében életmentő lehet, ha azt időben felismerik a szakemberek, ehhez azonban odafigyelésre van szükség. A megelőzés szolgálja a mostani hölgyek számára meghirdetett kétnapos programsorozat is. Talán egy kicsi szemléletformálást is ki lehet tűzni célul egy ilyen rendezvényen, hogy hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy attól, hogy adott esetben nincs panasza valakinek, még nem árt, hogyha időszakonként elmegy orvoshoz, megkéri arra, hogy bizonyos alapvizsgálatokat végezzen el, és ebből következően tudunk törődni nem csak akkor az egészségünkkel, amikor már baj van, hanem adott esetben meg lehet magát a bajt is előzni. Több sikeres nőgyógyászati szűrőnap után ismét a fehérvári hölgyeket szólították meg, s hívták fel a figyelmüket a prevenció fontosságára. Az egészségfejlesztésre, az egészséges életmódra eddig is nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat. Ez már lassan hagyományosnak mondható, ez a nőnap körüli rendezvény, és az idén sikerült nagyon sok szűrővizsgálattal bővíteni. A fehérvári civil központban és az épület előtti téren számos ingyenes szűrővizsgálatot végeztethettek el a hölgyek, amelyek eredményeit egy ötletes egészségfüzetbe vezethetik be. Szót ejtettek a csontritkulásról és foglalkoztak a hölgyek lelkével is. 50 feletti korosztály fordult elő nagyobb számban. 87 éves volt az eddigi legidősebb páciens, és 48-ra emlékszem én a legfiatalabbra, és közte bármilyen életkor. És reggel 9 óta akkor megrohantak minket, nem számítottunk ilyen érdeklődésre, ez meg is lepett minket ugye elég rendesen, de álltuk a sarat, és most már a 131 néhányadik páciensnél tartunk. Szombaton nőgyógyászati szűrőnapot tartanak a Család és Nővédelmi Központban, 8 és 12 óra között várják a fehérvári hölgyeket. Elsősorban azoknak a részvételére számítanak, akik 2-3 éven nem jártak már rákszűrésen.